Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a hanganyagban az egészségről lesz szó, méghozzá egy olyan módon, amit úgy gondolom, hogy mindenkit érint. Ma, ha bármi bajunk van, könnyen el tudunk menni az orvoshoz, de nem biztos, hogy ez mindig így marad. Amikor különböző kríziseket élünk át, amikor az egészségügyi rendszer nem tudja ellátni kellően a betegeket, mert túlterhelődik, amikor gazdasági problémák előtt állunk, és amikor arra az időre gondolunk, amiről a Biblia azt írja, hogy valaki nem adhat és nem vehet, akkor érdemes gondolkodni arról, hogy mit tehetünk azokért az emberekért, akik rendszeresen gyógyszereket szednek most, hogyan lehet ezeket a gyógyszereket kiváltani, és mit tehetünk, hogyha mi magunk vagy a családtagjaink betegségbe kerülünk. Én hetednapi adventistaként nőttem föl, és mindig is nagyon egészségesen próbáltam élni. Elolvastam Ellen White tanácsait ezekről a dolgokról, és amennyiben lehetett, meg is próbáltam az életemben valósítani ezeket. És úgy gondolom, hogy ezek a tanácsok nagyon is helyén valóak, ha az ember mondjuk még fiatal, és fiatalon elkezdi ezeket az elveket követni, de sajnos sokszor azzal találkozunk, hogy valaki egy aránylag egészségtelenül leélt élet után tér meg, és gyógyszereket szed, komoly problémái vannak, és ott másfajta segítségnyújtásra is szükség van. Vagy azzal is találkozunk, hogy bizonyos emberek betegen születnek, és az túl kevés, hogy azt mondjuk, hogy na, hát akkor éjjel egészségesen majd megnyógyulsz, mert bizonyos betegségeket bizonyos módon gondozni kell. Egy velem egykorú fiatal adventista lány mesélte nekem, hogy a 4 éves kislánya egy bizonyos betegségben szenved, ami egy nagyon ritka betegség, egy külön gyógyszert kap rá, és én megkérdeztem, hogy na és mit csinálsz, hogyha eljön az az idő, amikor nem lehet majd eladni vagy venni, honnan fogod ezt a gyógyszert beszerezni? Erre ő elég szomorúan azt válaszolta, hogy hát ez Isten kezében lesz, és hát ha a gyermeket Isten elaltatja, akkor ő ebbe bele fog nyugodni, de ő neki nincsen lehetősége sehogy sem ezt a gyógyszert megszerezni, mert ezt nem is adják több nagyobb adagban előre, csak annyi adagban, amennyire éppen szüksége van a gyermeknek. Aztán egy másik esetben találkoztam egy idősebb hölgyel, aki testvérnő, aki szintén arról panaszkodott, hogy hát azokat a gyógyszereket, hogyha nem szedné be, amiket be kell szednie, akkor bizonyára rögtön meghalna. És hát ő nem fog tudni átmenni azon az időn, amikor majd nem adhatunk, nem vehetünk ezen gyógyszerek nélkül, vagy nem tudja, hogy mit csináljon. Ha Isten nem tesz csodát, akkor nem tudja, hogy hogyan tovább. Egy harmadik esetben egy szintén velem egyidős adventista lány mesélte nekem, ez a lány, ez nagyon képzett az egészségügyi dolgokban, ami az egészséges életmódot illeti adventista szemszögből, de azt kellett elmesélnie nekem, hogy majdnem meghalt, mert többször fekete színű széklete volt, és nem tudta, hogy ez komoly vérzésekre utalhat. Itt is látjuk, hogy az egészséges életmód az egy jó dolog, de nem mehetünk el minden más tudás mellett. Nem tudunk minden betegséget csupán az egészséges életmóddal meggyógyítani. Én szeretném leszögezni, hogy én nem vagyok orvos, hanem csupán egy alapszintű egészségügyi képesítéssel rendelkezek, államilag elismert képesítéssel, de mégis kötelességemnek érzem, hogy erről a témáról beszéljek, mert sok tapasztalatom volt azzal, hogy találkoztam olyan testvérekkel, akik hithűen bíztak az Istenben, viszont mégis az egészségügyi
ismereteik hiányosak voltak, hiába ismerték Ellen White-nak az elveit, hiába gyakorolják az adventista egészségügyi elveket. Másrészt pedig szeretnék ebben az előadásban arra irányulni, azzal a témával foglalkozni, hogy mit tehetünk a vég idején, hogyha nem lesz másra rendelkezésünk, nem lesz másra lehetőségünk, csak arra, amit mi magunk ismerünk, gyógynövények használatára, egyszerű gyógymódok használatára. Hogyan kezeljük a problémákat, a saját magunk betegségeit, vagy mások családtagjaink betegségeit. Szeretném azt is leszögezni, hogy én nem vállalhatok felelősséget azért, amit mondok, habár mindezeket az információkat nem magam találom ki, de ezek a dolgok gondolatébresztőek kellenek legyenek, és ötleteket kéne adjanak arra, hogy mindenki járjon maga utána, és mérlegelje a különböző lehetőségeket. És mindenki forduljon a kezelőorvosához, gyógyszerészéhez konkrét kérdésekkel, és keressen maga válaszokat a maga problémájára. Az előadás itt ez csak egy gondolatébresztő. Először is szeretnék beszélni arról, hogy a tudomány és az orvostudomány egy alapvető tévedésen áll. Méghozzá az evolúció elméleten alapszik. Ebből az következik, hogy a tudomány azt hiszi, hogy mi emberek, mi vagyunk az okosak, akik a különböző gyógyszereket feltaláltuk, és mi most ezzel véget tudunk vetni bizonyos betegségeknek. De ez a látószög, ez nem egyezik meg a Biblia látószögével. Azzal, hogy Isten teremtett, és Isten kezdettől fogva a gyógynövényeket és különböző egészséges életmódokat, az egészséges életmódot és különböző egyszerű kezelési módokat adott arra, hogy hogyan tudjuk legyőzni a betegségeket. Természetesen a természetgyógyászat területén sem szabad akárminek hinni, hanem itt is utána kell járni az, annak, hogy mi az, ami bizonyított, mi az, amiben bízhatunk, ki kell próbálni, hogy segít-e, és így tovább. Magunkkal mérlegre tegyük a különböző gyógymódokat. Ha egy orvos csak 6-7 percet, vagy néhány percet szán egy betegre, mert egyszerűen a legjobb tudása szerint se volna képes több időt szánni, mert nyomás alatt van, akkor nem képes olyan mértékben az embert tanácsolni, mint ahogyha az ember maga járna utána a betegségeknek, és maga mérlegelné, maga írna egy füzetet, hogy melyik élelmiszer, vagy melyik tényező hatására, most mit csináltam ma, aludtam eleget, nem aludtam, hol voltam, mennyit mozogtam, hogyan változik az ember betegsége. Először szeretnék az első segélyről beszélni, de nem arról, amit autóvezetés körül megtanulunk, hanem egy kicsit más dolgokról is, amit én annak idején, amikor a jogosítványt kaptam, akkor nem tanultam. Természetesen azok nagyon fontos dolgok, hogy hogyan tudunk az embert, valakit újraéleszteni Isten kegyelméből, ha sikerül. Hogyan tudunk valakit lélegeztetni, de ezeket a dolgokat meg tudjátok nézni más videókban, amik képekkel sokkal professzionálisabb módon elő vannak készítve. Én inkább azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amikről ritkában esik szó. Például kezdjük azzal, hogy ha valakinek agyvérzése van. Ugye onnan lehet felismerni, hogy az embernek a szája így kicsit lefele lóg esetleg, mert egyik féltekét nem tudja mozgatni, nem tud rendesen beszélni, össze-vissza vannak a szavai. Ilyenkor meg kell kérdezni, hogy hívják, hogy el tudja ismételni a nevét, milyen nap van ma, tud-e velem néhány lépést tenni, és ebből, hogyha nem tud, akkor kiderül, hogy ez agyvérzésre utal, illetve fel tudja emelni mind a két kezét egyformán, mert hogyha agyvérzése van, akkor erre nem lesz képes. És ebben az esetben rögtön kell hívni a mentőt. De mi van akkor, hogyha végidőben nem tudjuk hívni a mentőt? Ezen a ponton szükséges lenne egy orvossal beszélni, hogy mi lenne a legjobb
amit tehetünk. Az én korlátolt tudásom csak annyit tud javasolni ezen a ponton, hogy nyissuk ki az ablakot, hogy legyen friss levegő, ami egy nagyon fontos dolog az agyvérzésnél, és mérjük meg az illető vérnyomását. Ha magas az első érték, 200 fölött a szisztólés érték, és az illető nem érez rendesen, akkor valószínű egy aneurizma szakadt el. Ebben az esetben nem kéne a vérét higítani. Viszont ha a vérnyomás értékei normálisak, tehát az első érték körülbelül 100 és 140 között, a második érték körülbelül 60 és 105 között, akkor valószínűleg vérhigítás segítene. Természetesen itt azokkal az agyvérzéses betegekkel lehet ezt megtenni, akik még nem ájultak el. Ha elájultak, akkor megint más helyzetről van szó. De ha valaki eszméleténél van, talán segít neki az, hogyha a vérét higítják. Vérhigító gyógynövények, fahéj, gyömbér, fokhagyma, kurkuma, csalán, bazsalikum, hagyma, olívaolaj, kivi, paradicsom, és így tovább. Hogy egy vészhelyzetben ezt a vérhigítást ezekkel a élelmiszerekkel meg lehet-e tenni, ezt nem tudom, de mielőtt valaki meghal segítség hiányában, mert a mentőhöz nem tud eljutni, lehetséges, hogy ezekkel a dolgokkal is lehet segíteni valakin. Vagy azzal, hogyha vizet iszik. Természetesen, hogyha a mentő elérhető telefonon, akkor az ember a mentő utasításait kövesse, ne ezeket a dolgokat. Hogyha valakinek lehetősége van egy komputertomográfiát csinálni, az sokkal jobb, mert akkor látni lehet azt is, hogy van-e valamilyen ödéma az illető fejében, és így tovább. Ezeket a gyógynövényeket, illetve ezeket az élelmiszereket jobb lenne akkor enni és fogyasztani még, amikor még nincs ez a vészhelyzet, hogy valakinek agyvérzése van. Hanem azt lenne a jó, hogyha adventistaként felismernénk azt, hogy mik azok a rizikó tényezők, amik agyvérzéshez vezethetnek, és ezeket időben természetes gyógyszerekkel, természetes gyógymódokkal kezelnénk. Ugyanis a gyógyszereknek mellékhatásai vannak, egészen konkrétan. Az agyvérzést megelőző vérhigító gyógyszereknek a következői vannak. Van a heparin, ez hajhullást okoz, néha vérzéseket. Aztán vannak a kumarin alapú gyógyszerek, szintén vérzéseket és hajhullást okozhatnak. Vannak újabb fajta kumarin alapú gyógyszerek, ezek kevésebb mellékhatással bírnak, de ezek ellen kevés ellenszer van, illetve attól függ, hogy melyik gyógyszer van, ami ellen van ellenszer, amire természetesen akkor van szükség, hogyha valaki például egy balesetet szenved, és a vér alvadásra éppen szüksége volna. Aztán vannak a vérlemezke funkció gátló fajta gyógyszerek, ez gyakorlatilag mint az aspirin. Ezek viszont rossz hatással vannak a gyomornyálka hártyára. És ezek asztma rohamokat is okozhatnak. E fajta vérhigító gyógyszereknek az ellenszéruma szintén nagyon drága. Tehát látjuk, hogy igazából jobb lenne a problémát a gyökerénél felismerni és a gyökerénél megváltoztatni. Például, ha valaki túlsúlyos, akkor a testsúlyát rendbe hozni, a dohányzásról leszokni, és egy egészséges vegetáriánus étrenddel rendbe hozni az embernek a véredényeit, illetve ereit, és ezeknek a lerakódásait. Ha valakinek az egészség adventistaként tényleg fontos, és szeretne más embereken is segíteni, akkor elengedhetetlen, hogy képezze magát abban, hogy mik azok a szimptomák,
amiket fel kell ismerni, amik gyakorlatilag később egy agyvérzésnek a rizikóját eredményezik. Ha valaki túl kevés vizet iszik, akkor a véralvadásra való hajlam megnövekszik a vérben, vagy ha valaki túl keveset mozog, akár egy gipsz miatt, akár egy bénulás miatt nem képes mozogni, vagy egy szív elégtelenség miatt nem képes olyan sok mozgást tenni, akkor mindezek vezethetnek ahhoz, hogy a vér folyása megváltozik, és ez szintén emeli az agyvérzésre való rizikót, vagy a trombózisra való rizikót. Ugyanúgy egy operáció okozta vércsatorna sérülésnek is lehet kihatása arra, hogy a rizikó magasabb a trombózisra. Ezért nem lehet olyan könnyen bánni az operációkkal, hogy na majd, hogyha beteg leszek, akkor majd megoperálnak, aztán kész. Mert ezeknek a dolgoknak, ezek egy láncreakciót tudnak elindítani sokszor. Ezért általánosságban sok vizet kéne inni, és sokat kéne mozogni ahhoz, hogy ne kerüljön trombózis a vérkeringésünkbe, és ez ne vezessen később agyvérzéshez. De lehetséges, hogy valaki nem tette meg ezt az előkészületet, mert nem tudott erről, és csak azon kapja magát, hogy a féloldalasan valahogy egy ilyen nehéz érzete van, egy ilyen feszültség érzete van, és a kezén vagy lábán főleg dagadást érez, fájdalmat érez köhögéskor, ezen a lábán, combján, és kékes, pirosas bőre van ott, és gyors a pulzusa, esetleg láza is van, akkor ez itt a trombózisnak az előjele, és ezt adventistaként, hogyha valaki egészségügyi misszionáriusnak hívja magát, akkor ezt tudni kéne, és fel is kéne ismernie. Itt rögtön orvost kéne hívni, ágyba kéne feküdni, és valakinek figyelnie kéne, hogy az illető nem kerül-e olyan helyzetbe, hogy légszomja van, tehát nem kap levegőt, vagy a mellkasi fájdalmai vannak, vagy izzadsága van, vagy kékes bőre, és ebben a helyzetben természetesen nem szabad mozogni, hanem arra kell figyelni, hogy lassan lehessen feloldani ezt a vérrögöt, ami az ember lábában keletkezett. És ez a vérrög nehogy elinduljon, útnak induljon, és az ember fejébe kössön ki, ahol kisebbek az erek, és ott egy agyvérzést okozzon. Ha pedig ténylegesen agyvérzés keletkezne, akkor, ahogy előbb említettem, próbáljuk azokkal a dolgokkal valamit tenni, illetve amit még meg lehet tenni, hogy az ember úgy ültet oda valakit egy székre, hogy a felső teste, vagy ágyra, hogy a felső teste aránylag magasan legyen, hogy a fejéből a nyomás lecsökkenjen. Hiszen, hogyha az ember feje volna a földön, vagy feküdne, és a feje és a többi testrésze egy magasságban lenne, akkor a fejében aránylag nagyobb nyomás keletkezne. Viszont, hogyha az felső testét felemeli, és úgy fekszik, akkor a fejében csökken a nyomás. Természetesen, ha köztetek valaki orvos, és konkrét jobb tanácsokat tud adni, mint amiket én itt említek, akkor kérem írja alá itt a videó alatt ezeket a tanácsokat, és ossza meg velünk, vagy készítsen erről ennél következetesebb, jobb előadást, mert úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség lehet a jövőben. Az agyvérzés és a szívinfarktus gyakorlatilag testvérek. Az egyiknél az agyban áll meg ez a vérrög, a másiknál pedig a szív vérellátását akadályozza egy rög vagy egy blokkád. A szívinfarktusnál fontos volna felismerni azokat a szimptomákat, tehát a mellkasból kisugároz ez az egész erős fájdalom egészen az állkapocsig és az
ember fenekéig, az illetőnek hideg izzadsága van, és halálfélelme van. Ezen túl pedig rosszul kap levegőt. Ilyenkor szintén felső testet fölfele támasztani, lassan és mélyen lélegezni, nyugalom, gyorsan az összes ablakot kinyitni, és az illetőt megfigyelni. Lehet, hogy újra kell éleszteni hamarosan. Ehhez más elsősegély videókban nagyon jól meg lehet tanulni, hogy hogyan kell ezt tenni. Egy orvos itt adrenalint fecskendezne be az emberbe, mert ez a szívet újra indítja, úgymond. Őszintén szóval nem néztem utána, hogy milyen természetes módon tudnánk adrenalint az emberhez juttatni, és hogy ez olyan gyorsan sikerülne bejusson a szervezetbe, azt nem tudom. Én annyit tudok, hogy a rockzene az adrenalint emeli. Talán ilyen helyzetben volna valami jó hatása. Ha például egy házas pár, aki 60-70 év fölötti korú, és otthon élnek együtt, akkor nagyon fontos lenne, hogy a férj és a feleség is ismeri ezeket a szimptomákat, hogyha a házastársa ilyen szituációba kerül, akkor rögtön fel tudja ismerni, hogy mi történik. A szívinfarktushoz hasonló az angina pectoris, ez nem olyan súlyos, és általában csak rövid ideig tartó hasonló szimptomákkal jár. Aki tudja magáról, hogy erre hajlamos, illetve az erei el vannak tömődve, az nézzen utána ezeknek a dolgoknak konkrétan. Ha már az érrendszeri betegségeknél tartunk, akkor a vérnyomásról szeretnék néhány dolgot szólni. Ha a vérnyomást túl alacsonyra csökkentjük, akkor a szív megáll. Másrészt túl magas vérnyomás nem azért jön létre, mert a szív túl sokat dolgozik, túl sokat pumpál, hanem azért, mert az embernek az érrendszere el van tömődve, le van szűkülve, vagy pedig stressz miatt. Jó lenne a vérnyomást azzal csökkenteni, hogy az ember rendszeresen mozog, nem túl megerőltető mozgást, azzal, hogy a stresszt lecsökkenti, máshogy gondolkodik, máshogy rendezi be az értékrendjét, máshogy értékeli a dolgokat, más elvárásokat tesz maga elé, és természetes vérnyomás csökkentő gyógynövényekkel megtehetné azt, hogy a vérnyomását rendbe hozza. Ha ezt természetesen naponta többször is ellenőrizni kell, és nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor nem foglalkozok vele, mert én nem szedek gyógyszer, de nem is foglalkozok vele, olyan nincs. Tehát ezt rendbe kell hozni. De nem biztos, hogy csak azzal a módszerrel lehet ezt rendbe hozni, hogy gyógyszereket veszünk be. Például a következő élelmiszerek és anyagok segítenek a magas vérnyomás csökkentésében. Folsav, omega-3 fettsav, kálium, vitamin D, magnézium, resveratrol, banán, kiwi, görögdinnye, ananász, datoja, mazsola, paradicsom, krumpli, cékla, petrezselyem, medvehagyma, levendula, zeller, fokhagyma, hibiszkusztea, csili, kakaó, jókort, zappehely. Ezen túl létezik számos gyógynövény, például a fagyöngy, ami nem csak a magas vérnyomást csökkenti le, hanem az alacsony vérnyomást is képes normalizálni. De ezeknek nézetek utána, én most nem akarok itt erről túl sokat beszélni, hanem csak röviden ezzel szemben szeretném állítani a gyógyszereket, amiknek viszont mellékhatásai vannak. Például, ha az ember beta-blokkoló féle vérnyomás csökkentőt vesz be, ez eredményezhet mellékhatásként túl alacsony vércukorszintet,
asztmarohamot, vérkeringési zavarok rosszabbodhatnak, és potencia zavarok is lehetnek. Ezzel szemben egy másik csoportja a gyógyszereknek az ACE gátló, ez is egy vérnyomás csökkentő, ez azt okozza, hogy az ember köhögést kap, tehát ilyen száraz köhögést, kvink ödéma lehet, és a kálium szint megemelkedik, ami hercritmus zavarhoz vezethet. Aztán a vérnyomás csökkentőnek egy harmadik csoportja az AT2 antagonisták. Ezeknek a mellékhatásai pedig a fejfájás, szédülés és szintén a kálium szint megnövekedése. Egy következő csoportján, azt hiszem negyedik csoportja már a vérnyomás csökkentőknek a diuretikumok, tehát vízhajtók. Ezek kiszáradáshoz vezethetnek, köszvénye lehet, tehát gicht az embernek, és ezek kálium hiányhoz vezethetnek. Viszont annyi igaz, hogyha valakinek magas a vérnyomása, annak nem jó, hogyha még sok vizet is iszik. Tehát ez az alapelve ez nem rossz, hogy a vízhajtó val az ember a vérnyomást csökkentse. Csak természetesen az lenne a jobb, hogyha az egész magas vérnyomásnak az oka volna megoldva, és nem pedig a szimptomája. Mert így csak az egyik bajból a másikba megyünk. Itt nem akarom felsorolni, hogy mi minden probléma következhet abból, hogyha valakiben túl kevés folyadék van, mert a vízhajtó ezt elhajtotta, vagy egyfolytában aránylag alacsony szinten van ez a vízháztartás tartva. És itt érek az ötödik formájához a vérnyomás csökkentő gyógyszereknek, ezek pedig a kalcium csatorna antagonisták. Ezeknek a mellékhatásai ödémák, szédülés, fejfájás, és ez egy úgynevezett flash, vagy blitz, villám, ami azt jelenti, hogy az ember nagyon piros, vörös az arcán, és máshol is. Továbbá pedig impotenciát is okozhat ez a gyógyszercsalád. Tehát mindenki nyugodtan gondolja végig, hogy ezeket a mellékhatásokat akarja, vagy megpróbálja valahogy megoldani az alapvető problémát. Természetesen, hogyha nem sikerül megoldani az alapvető problémát, én megértem az orvosokat, hogy ezeket a gyógyszereket használják, mivel sok ember nem is akarna változtatni az élet stílusán, hanem valahogy gyógyszerekkel próbálja valahogy foltozgatni az egészségét, de adventistáknak másfajta módszerekre van szüksége, és ehhez szükség van konkrét információra, szükség van arra, hogy mérlegelni tudjuk a dolgokat, mert nem biztos, hogy egy orvos minket felvilágosít mindezekről a mellékhatásokról. És ha fel is világosítana, nem biztos, hogy komolyan vennénk ezeket. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy ezek a mellékhatások nem olyan dolgok, amikkel a gyógyszer csomagolásának az útmutatójában az apróbetűs résznél a 86. helyen vannak. Hanem ezek olyan mellékhatások, amiket a tudomány, hogy ha ezt a gyógyszert adom, akkor ezeket a problémákat kapja a paciens. Hogyha más gyógyszereket adok, akkor más módon meg a másik problémát kapja. És így problémából problémába lavírozunk. Ezt azért is mondom nektek, mert hogyha végig gondoljátok mindezeket, akkor talán komolyan veszitek azt, hogy ma hogyan éltek, és ma mit esztek, és mit isztok. Hogy az érrendszeri betegségeket ne is kapjátok meg, vagy hogyha ezekre a betegségekre hajlotok, mert már az elmúlt 10-15 évben is, vagy 20-30 évben helytelen módon éltetek, és túl sok zsiradékot ettetek, ittatok, túl sok cukrot, stb., vagy nem helyes módon éltetek, akkor talán van lehetőség arra, hogy aránylag gyors tempóban ezeket az érrendszeri problémákat egy egészséges életmóddal, illetve egy következetes kúrával az ember lecsökkentse, és ezeket a dolgokat helyrehozza.
Továbbá, ami ehhez kapcsolódik, az az érrendszeri betegségekből adódó demencia. Nem tudom, hogy találkoztatok-e olyan emberrel, aki ebben a betegségben szenved. Ebben a betegségben az ember teljesen kiszolgáltatottá válik, és szörnyű azt látni, amikor ez a betegség a harmadik stádiumába ér, ahol az emberek csak egész nap 8 órán keresztül csak kiabálnak, és teljesen szétesik az elméjük. Több ilyen emberrel találkoztam már. Rettenetes dolog, hogyha valakinek a közeli hozzátartozója válik lépésről lépésre ilyen beteggé. A demenciának 15%-a az érrendszeri betegségekből adódik, és ez visszafordítható is. Istenhívő emberként felelősségünk az, hogy a gondolkodásunkat tisztán tartsuk, és felelősségünk az, hogy másoknak segítsünk a döntési képességüket és a gondolkodásukat tisztán tartani. Óriási szükség volna arra, hogy a demenciát időben felismerjük, mert lehet, hogy érrendszeri betegségből adódik, és lehet, hogy visszafordítható, és hogyha még a tudomány azt is mondaná, hogy nem fordítható vissza, akkor sem teljesen biztos, hogy az úgy van. Ahogy említettem, a tudomány azon alapszik, hogy az evolúció hozta létre a világot, és mi vagyunk az okosak, akik a gyógyszereket feltaláltuk. De ahogy látjuk, a gyógyszerek, bár szükségesek bizonyos esetekben, azzal az életmóddal főleg, amit az normál ember él, de látjuk, hogy gyakorlatilag az egyik bajból a másikba vezetnek. Istenhívő emberként nem így kéne éljünk, és hogyha az életünket rosszul éltük volna is le, akkor is minél hamarabb meg kéne látnunk azt, hogy hogy mik azok az alapvető szimptomák, amik egy komoly betegségre utalnak. Hogyha ezeket időben észrevesszük, akkor sokkal könnyebb általában kezelni ezt a betegséget, vagy akár vissza is lehet fordítani, vagy meg lehet még vissza lehet tartani. De hogyha elhanyagoljuk ezeket a dolgokat, akkor utána a betegségeknek egy sorozata indulhat be. És ez egészségügyi misszionárusként, egészséget ismerő és valló emberekként nekünk kötelességünk az, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, hogy az alapvető szimptomákat felismerjük. Most szeretnék egy következő témára rátérni, és ez pedig a mérgezés. Hogyha volna egy nyílt sebed, valószínű nem öntenél bele ecetet, ugye? De a konyhabútort takarítanád ecettel, kesztyű nélkül, nem? Vagy még rosszabb, hogyha valami kemény, erős vegyszerről vagy tisztítószerről van szó. Sokszor az ember valamit lemos, takarít egy erős tisztítószerrel, anélkül, hogy kesztyűt viselne. A gond az, hogy ami az ember bőréhez ér, azok a dolgok 60%-ban áthatolnak a bőrön. Természetesen a bőrnek a működése egy komplex dolog, ez csak egy elnagyolt kifejezés, hogy 60% a dolgoknak ez fölveszi az ember testébe, de nagyjából ebbe az arányba vagyunk. Ne becsüljük alá azt, hogy mi minden ér a testünkhöz, a bőrünkhöz, és az pedig főleg ne, hogy mi mindent lélegzünk be. Az autó kipufogó gázát például. Nem akarom itt részletezni, hogy minek milyen hatása van, de talán egy dologra kitérnék. Egy illető egy benzines kannából benzint töltött át máshova, egy beltéri helységben, és két szobával arrébb volt egy kályha, aminek egy kicsike nyílása volt, hogy levegőt kapjon a tűz, nem volt nyitva az ajtaja. De ez a benzingőz ugye a levegőben bekerült, és egészen eljutott a másik szobáig, úgyhogy lángra gyúlt, és az egész ház kigyulladt.
Tudnunk kell azt is, hogy hogyan bánunk a széndioksziddal, ami nehezebb, mint a levegő, például pincékben, vagy egy kútnak az alján meggyülemkezhetik, amikor élelmiszerek rothadnak, akkor ennek a hatására is előkerülhet, vagy borpincében. Ilyen helyekre nem tudunk bemenni csak úgy. Vinni kell a kezünkben egy gyertyát, hogy lássuk, hogy mikor alszik el a tűz, hogy meddig mehetünk még lejjebb. Aztán egy másik téma a szénmonoxid, ami könnyebb, mint a levegő, szaktalan, és ez robbanásveszélyes. Például a kipufogó gázból is jöhet ki. Nem ideális esetben nem kéne legyen, de meg lehet. Ha például egy autónak a motorja egy garázsban megy, és az ember már érzi, hogy benzingőz van, különböző kipufogógőzek vannak, akkor gyakorlatilag azonnal ki kéne nyitni az ablakot, és nem szabadna semmilyen elektromos dolgot kapcsolni. Ehhez hasonló témák a sebek, például egy kutyaharapás. Itt fontos volna, hogy azok a vírusok, amiket a kutya vagy magában hordoz, vagy összeszed a szájával, mert mindenhova odaszagol, ezek ne kerüljenek még mélyebbre bele az ember sebébe, hanem az ember ezt kimossa akár egy szappanos vízzel, és utána lehetőség szerint fertőtlenítse, és sterilen bekösse, és ha van lehetősége, azonnal orvoshoz. Ha nincs lehetősége a végidőben, akkor maga kell gondoskodjon arról, hogy cserélje a kötéseket, és sterilen tartsa, és mindent megtegyen, hogy el ne fertőződjön a seb. Nagyon fontos, hogy nagy sebeknél, ahol spriccol ki a vér, ott erősen odanyomjunk azonnal valamit, az ujjunkat, vagy ha lehet valami mást, mert különben mi is a véren keresztül betegségeket kaphatunk, de azonnal oda kell nyomni, mert az az utolsó esély, hogy esetleg túléli az illető. És az is fontos, hogy ugye a megsebesült testrészt mindig magasra tartsuk, hiszen hogyha magasra tartjuk, akkor ott kevesebb a nyomás, tehát kevesebbet fog vérezni. Kivéve akkor, hogyha például mondjuk egy kígyó megmarja az ujjunkat, akkor természetesen lefele fogjuk tartani az ujjunkat, meg a kezünket, azért, hogy ez a méreg, ez először is folyjon ki a sebből, és másrészt pedig, hogy lehetőleg ne kerüljön be az egész vérrendszerünkbe, mert ha fölfelé tartanánk a kezünket, akkor belemenne az egész vérrendszerünkbe gyorsabban. A kutyaharapáshoz még annyit, hogy a kutya nem biztos, hogy azért harap meg engem, mert engem utál, hanem talán azért harap meg engem, mert előtte másik két kutyával voltam közelben, és érzi rajtam annak a másik kutyának a szagát. Tehát erről is jó tudni. Aztán az is fontos, hogyha valakinek egy sebet okozott egy nagy tárgy, akkor egy nagy tárgyat ne húzzunk ki az emberből, mert ez egyelőre több kárt okozhat, hanem hogyha lehetséges, az orvos oldja meg ezt a problémát. Továbbá, hogyha a szemünkbe kerül valami méreg, a szemünkbe csöpögtethetünk vizet, vagy tiszta vizet, vagy konyhai főzősóval kevert tiszta vizet. Az is lehet, hogy lassan belefolyjon a víz. Tehát 10-15 percig ki kéne öblíteni a szemünket. Minél hamarabb, tehát amint meglátjuk, hogy ez a szennyeződés történik, minél hamarabb. És természetesen úgy, hogy közben ne folyjon be a másik szemünkbe a méreg. Arról is érdekes volna beszélni, hogy egy csonttörést hogyan lehet kezelni gyógyszerek nélkül, vagy orvos nélkül, természetesen vészhelyzetben, végidőben, de nézzétek meg, ezekhez biztos, hogy találtok megfelelő videókat, mert például kirándulóknak, hegyekben kiránduló embereknek készültek olyan videók, hogy mit tennél, hogyha 5 órára vagy a legközelebbi háztól, és kitörted a lábadat, vagy kibicaklott a bokád, mit csináljál, hogyan
teheted magad vissza, milyen súlyt rakjál rá, stb. Stb. Tehát ehhez vannak nagyon jó videók. Talán magyar nyelven nem, akkor nézzétek meg ezt külföldi videókból. Ha valakinek égési sérülése van, azt rögtön hűteni kell, de körülbelül olyan 20 fokos vízzel, vagy 15 fokos vízzel. Hólyagokat nem szabad kifakasztani. Illetve, hogy nem lehet hidegebb vízzel hűteni, ezt most nem tudom pontosan. Ennek nézzetek ti utána. Szeretnék még egy fontos dologról beszélni, ez pedig a sokk. Ezt nem szabad elhanyagolni, mert hogyha valaki sokk helyzetben van, sokkol, akkor a vérkeringése teljesen megváltozik, és esetleg életfontosságú szervei nem kapnak elég vért. Ebben az esetben az illető meg is halhat a sokk miatt. Egy sokk az lassan indul, lassan fejlődik, de lehet, hogy a legrövidebb idő alatt életveszélyessé válik. Hogyha az ember szervezetében az előtte felhalmozódott adrenalin elfogy. Sokkot arról lehet felismerni, hogy valaki sápadt, hideg érzete van, remeg, a bőre hideg, kékes, izzad, félelem érzete van, nyugtalan és zavarodott, és némely ember ilyen helyzetben egyszerűen elfut és elmenekül, és utána ott, ahova elmenekült, ott esik össze, és ott hal meg. Néhány héttel ezelőtt egy baleset helyszínére értem, én voltam a harmadik autó, aki éppen arra járt. Egy egyszerű kisvárosi utcában egy autó a feje tetején állt, a másik autó összetörve, és az illető, aki a feje tetejére állt autóban ült, ő teljesen laza volt, valószínűleg alkoholt fogyaszthatott, mielőtt beült az autóba, tehát ő neki abszolút semmi baja nem volt, viszont a környező embereknek, akik ott előttem már odaértek, ők hirtelen nem tudták, hogy mit csináljanak, hirtelen mintha lelettek volna fagyva, nem tudták, hogy ki kell tenni a háromszöget, le kell biztosítani a helyet, és így tovább. Különösen egy hölgyre emlékszem, aki szinte így sokkolt, illetve teljesen zavarodott volt, nem tudta, hogy most mit csináljon, hogy csinálja, tehát ez a sok helyzet, ez lehet nagyon hamar, de lehet az is, hogy egy pszichikai behatás miatt valakit szembesítenek bizonyos információval, vagy valaki ellen valamit mondanak, vagy valakit úgy megijesztenek, hogy valami információval, hogy besokkol. Tehát ebben az esetben nagyon fontos, hogy a légzést segítsük, az összes ablakot kinyissuk, a ruhát kinyissuk, lassan és mélyen lélegezzünk, levegőt legyezzünk, vigyázzunk, hogy az illető nehogy a test hőmérsékletét elveszítse, tehát hogy nehogy kihűljön, beszélgessünk az illetővel, megnyugtassuk, és bizonyos különböző pozícióba tegyük. Tehát ha amiatt sokkol valaki, hogy a feje megsérült, vagy esetleg agyvérzése van, akkor csak a fejét kicsit magasan támasszuk meg. Ha valakinek vagy emiatt, vagy más helyzetekben is nem kap levegőt, akkor a felső testét magasra emeljük, támasszuk. Ha valakinek gyomor, has fájdalmai vannak, és emiatt sokkol, akkor természetesen vízszintesen kéne fektetni, és
a térdét egy kicsit behajlítani, fölemelni, hogy a hasa laza legyen. És ha az illető összeesett, elájult, vagy valamilyen vérzései vannak a lábán például, vagy csak ha az illető egyszerűen csak sápadt, akkor a lábát kéne fölemelni és magasan tartani, hogy a fejébe menjen a vér. Egyébként az agyvérzésről még annyi jutott eszembe, hogy ha a vérnyomásnál a második érték aránylag magas, ez a diasztolikus érték, akkor ez utalhat arra, hogy valakinek rizikója van agyvérzése. A magas az például 105 fölötti. Tehát itt természetesen arról van szó, hogy valaki nyugodt állapotban van, és általánosságban ez magas, nem csak egy mérésnél. Szeretnék egy következő témával még foglalkozni, ez pedig az embernek a széklete, és itt különösen arról szeretnék beszélni, hogy ha vér van a székletben, ezt hogyan ismerjük fel. Természetesen, ha az ember szenet vagy vasat, tablettát evett, akkor ez is feketére színezheti a székletet, de hogyha nem volt ilyen, és mégis fekete színű a széklet, és ez a széklet olyan zsírosnak néz ki, kemény, de mégis könnyen kicsúszik, és esetleg sötét, vörös pontok vannak benne, vagy részek vannak benne, akkor ez utalhat a belső vérzésekre és véres székletre. És ez egy nagyon fontos szimptoma, ami mellett nem szabad elmenni, tehát ez nagyon veszélyes. Természetesen meg kell mindig kérdezni, hogy na mit evett az ember előtte, hát ha valami olyan élelmiszert evett, ami így színezte a székletet, de nagyon fontos volna adventistaként, egészségügyi misszionáriusként, illetve olyan emberként, aki foglalkozik az egészséggel, a saját egészségével és mások egészségével, hogy a különböző székleteket felismerjük. Színét, szagát, és így tovább. Ezek mind utalhatnak betegségekre, például egy tumorra. Például, hogyha a széklet trágyaszagú, rothadszagú, az genyre és az emésztőrendszerben élő baktériumokra utalhat. Tehát baktériumok vannak, amik nem kéne ott legyenek. Vagy ha a székletnek olyan szaga van, mint egy döglött tetemnek, ez tumorra utalhat. Vagy ha szúrós, savanyú szaga van, és gázbuborékok vannak benne, akkor ez arra utalhat, hogy a dárm, az emésztőrendszernek a flórája rossz, megerjednek a dolgok, nem emésztettük meg helyesen a dolgokat. Aztán, hogyha kukacokat találunk a székletben, az külön ügy, ezeket a parazitákat el kell tüntetni az ember testéből. Ez lehet egyébként amiatt is, hogy valaki a természetben olyan, például az erdőben olyan gyümölcsöt vagy növényt evett meg, amit nem mosott meg. És emiatt rókákból vagy más állatokból különböző kukacok kerültek az emberek szervezetébe, amik utána az ember szervezetében parazitaként élnek. Egyébként, hogyha az ember hirtelen néhány héten belül aránylag sok kilót lefogy, és a testsúlyát elveszti, akkor ez is utalhat arra, hogy az emberben paraziták élnek belül, amiket ki kell onnan szedni. Továbbá, hogyha valakinek 3-4 napig nem volt széklete, akkor kezdődnek a bajok. Tehát inni kell rendszeresen vizet reggelente, mozogni kell, és így tovább, mert különben ez szorulást okoz az embernek az életvitele akkor, és az nem jó. Az különböző betegségeket okoz. Természetesen gyógyszerek is okozhatnak szorulást,
farmácia, illetve erős fájdalom csillapítók. Ugyanígy az izzadság szagnak is vannak különböző formái, amik bizonyos betegségekre utalhatnak. Ha az izzadság savanyú szagú, akkor valószínűleg az ember elveszíti az elektrolíteket, és ezeket pótolni kell. Ha viszont az embernek a kiválasztása az édes ízű vagy szagú, akkor ez arra utalhat, hogy az embernek cukorbetegsége lehet. Az egészséges verejték az gyakorlatilag szagtalan kéne legyen. Szeretnék még rátérni a vízeletre. Ha az az érzés az embernek, hogy ilyen pelyhes a vízelet, akkor ez utalhat genyre és különböző gyulladásokra. Ha a vízelet pirosas, akkor tumorokra, és ha a vízelet pirosas feketés, akkor ez azt jelenti, hogy vér van a vízeletben. És ha az ember a vízeletet egy kicsit hosszabb ideig állni hagyja, egy pohárban például, akkor ennek egy bizonyos különleges szaga kell legyen. Hogyha ammónia szaga van, akkor az rendben van. Hogyha olyan szaga van, mint egy savanyú almának, vagy olyan szaga van, mint egy körömlak eltávolítónak, tehát acetol, elnézést, azt hiszem a körömlak eltávolító az aceton. Tehát ez a szag arra utalhat, hogy valakinek cukorbetegséggel lesz problémája, vagy az a, vagy cukorbeteg, tehát túl magas a vércukor szintje. Ha a vízeletnek rothadó szaga van, és kellemetlen szaga van, akkor ez tumorra utalhat, és hogyha kellemetlen és szúrós szaga van, akkor ez genyre, vagy a baktériumok túlságosan nagy elszaporodására, vagy pedig gyulladásra utalhat. Ha valaki magát minden nap egy szappanos vízzel, és hogyha nem képes fürödni, vagy zuhanyozni, de magát egy törlőrongyal, tiszta törlőrongyal, szappanos vízzel lemossa az arcát persze, és az intim részeit szappan nélkül, akkor az gyakorlatilag elég ahhoz, hogy tisztán tartsa magát. Sokszor azon is gondolkodtam, hogy a végidőben talán nem lesz lehetőség a fürdésre, vagy mosakodásra olyan szinten, mint ahogy ma erre lehetőség van, és ezt is szeretném hozzátenni, hogy sok ember van, aki csak úgy ápolnak, hogy egy mosdónál így lemossák egy rongyal, és utána letörlik. Tehát ez gyakorlatilag, ha minden nap végig van vezetve, akkor ez kielégítő kellene legyen. Egy betegségről még szeretnék röviden beszélni, ez a cukorbetegség. Ennek többféle formája van, kettő. Ha a végidőben valakinek nem lesz lehetősége inzulinhoz jutni, akkor kénytelen lesz megpróbálni mozgással a vércukor szintjét rendbehozni, illetve nagyon konkrétan tervezni a megfelelő élelmiszereket enni, de ugyanakkor mozgással rendbehozni azt, amit ma gyógyszerekkel hozna rendben. Természetesen ez nem oldja meg az összes cukorbetegséget, de talán, ha nincs másra megoldás, akkor ez is sokat segíthet. Én tudom, hogy ez a videó nagyon hiányos, és rengeteg fontos témáról nem esett még szó, de szeretném, hogyha ez motiválna benneteket arra, hogy vegyetek olyan könyveket, amik a különböző gyógynövényekről
tudományosan írnak, vegyetek olyan könyveket, amik különböző betegségekről és ezeknek a kezelési módszereiről írnak, olyan könyveket, amik az általános gondozási, ápolási szabályokat leírják az anatómiáról, és nézzetek olyan videókat az interneten, amik az elsősegélyről és különböző természetes gyógymódokról szólnak. Próbáljátok képezni magatokat a betegségek gyógyítása területén addig, amíg lehetséges. Ha bizonyos betegségekre hajlamosak vagytok, vagy hajlamosságot, rizikó tényezőt fedeztek fel magatokban, akkor járjatok ennek pontosan utána, még addig, amíg lehetséges. Ha a testeteken valamilyen elváltozást vesztek észre, akár egy izzadságszagnak a jellegzetességét, vagy a bőrszínét, vagy ennek az elváltozását, vagy bármilyen elváltozást a légzésnél, vagy ha elfáradtok már abban, hogy egy emeletre föl kell menni gyalog, vagy ilyesmi, akkor ezeknek utána kell járni, és addig, amíg lehetséges. Ha valaki látja, hogy nagyon hamar kiukadnak a fogai, hogyha látja, hogy könnyen eltörik a csontja, vagy ilyesmi, ezek nem természetes dolgok. Lehet, hogy a világ azt mondja, hogy persze természetes, mész a fogorvoshoz, aztán kész. Nem. Valami az ember a egyensúlyában nincs a rendjén. Valamilyen anyag hiányzik. Talán sokan nem tudják, de akár egy túlsúlyos ember is lehet alultáplált. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki túlsúlyos, de nincsenek mégsem azok a vitaminok, azok a nyomelemek a szervezetében, amire szüksége volna. Ezért a táplálkozásnak nagyon pontosan utána kell járni, hogyha valaki túlsúlyos, egy programot nagyon fegyelmezetten végig kell vezetnie, legalább 1000 kilokalóriával kevesebb kalóriát kell naponta magához vennie, mint ahogy addig tette. És ezeket ki kell számolni, át kell pontosan számolni, hogy az ember nehogy több olajat használjon, mint egy evőkanál, akár egy szelet kisütéséhez is, vagy ilyesmi. Ha valaki nek valami fura dolog van az emésztésében, vagy a közérzetében, lehet, hogy egy intolerancia van benne valami élelmiszerrel szemben. Ezeknek mind utána kell járni. És egy vegán, vegetáriánus életmód nem biztos, hogy minden problémát megold. Lehet, hogy éppen egy vegán életmódnál hiányzik a B12 vitamin az ember vérképében, és ez hosszú távon komoly problémákat okozhat. Vagy hiányzik a D-vitamin a vegán élelmezés mellett, és ez hosszú távon komoly problémákat, komoly betegségeket okozhat. Például én magam sokáig nem tudtam, hogy miért voltam letört, miért volt kevés energiám, miért nem tudtam úgy teljesíteni, mint ahogy szerettem volna, pedig helyesen étkeztem, amire kiderült, hogy a vérképemből hiányzik a D-vitamin. Túl kevés. És ez rendbe jött, miután ezt pótoltam. Vagy például én zabkását úgy ettem, hogy nem volt megfőzve, sokszor műzliként, csak nyersen. És ezt nem szabad. A zabot azt muszáj egy 10 percig, negyed óráig főzni, és utána még egy negyed óráig úgy hagyni, hogy utána ezt a zabkását meg lehessen enni. Mert ha az ember nem így csinálja, akkor olyan anyagok vannak ebben a zabban, ami az ember szervezetéből elvonja a megfelelő nyomelemeket, amire szükség volna. Nézzetek utána ennek pontosan. De sok olyan dolog van, amit adventistaként azt hiszük, hogy azért, mert műzlit eszünk reggel, attól minden szuper. És pontosan vannak szokások, amiket rosszul csinálunk. Vagy például egy lenmag. Egy lenmagot nem szabad úgy megenni, ahogy van. A lenmagot azt csíráztatni kell, úgymond egy vízbe berakni, egy fél pohár vízbe egy-két evőkanál lenmagot, azután
felszívja a vizet, megváltozik, vagy csírázik, vagy ahogy ezt kinevezi, és utána egy fél nap múlva utána úgy lehet megenni, mert különben, ha az ember nem így csinálja, akkor az ember gyomrában fogja elvonni az embernek a vízét, nedvességeit, és úgy hat, mint a hashajtó. Tehát azt a hashajtókat nem szabad hosszú ideig venni, használni, csak hogyha az orvos azt mondja, hogy konkrétan szükség van rá, vagy hogyha bizonyos gyógyszereket vett be az ember, amihez muszáj hashajtót bevenni. De az nem lehet, hogy az ember minden nap lenmagot eszik, és ez minden nap hashajtóként funkcionál, mert ez hosszú távon rossz hatással bírhat. Viszont a lenmagra meg szükségünk van, az agyunknak szüksége van arra az omega-3-ra, ami benn van a lenmagban. És a legjobb, hogyha az ember a lenmagot összetöri, felmorzsolja, mielőtt a vízbe beáztatja, mert úgy az ember teste jobban fel tudja venni ezeket a dolgokat, ez meg tudja emészteni, különben az emberen ez átmegy, mint ballaszt, mint rost. És a szervezete nem képes ezt úgy feldolgozni, vagy egyáltalán nem képes megemészteni. Hasonló a dolog a chia maggal, és így tovább, és így tovább. Aztán azt is szeretném megemlíteni, hogy az embernek jót tenne, hogyha teákat inna. De ugye, amikor az ember megfőzi a teát, akkor túl forró ahhoz, hogy megigya, utána, amikor még meleg a tea, akkor megint csak nem jó, mert akkor az ember elkezd izzadni, utána az embernek nincs ideje, nem ér rá, és a végül az ember hagyja egészen a teákat, gyógyteákat. De jó lenne például egy teát lefőzni, és utána hideg vízzel keverni, hogy az ember meg tudja inni, mert akkor a növények gyógyhatásait tudná használni. Nálunk a kertben a borsmenta vagy az izsóp úgy nő, hogy bőven van belőle, és ebből mind teát lehet csinálni, vagy csalámból. Ha te ma gyógyszereket szedsz, akkor nézz utána ezeknek a dolgoknak, és menj el az orvoshoz, és beszéld meg vele, hogy mit szól ahhoz, hogy nem lehetne kiváltani ezeket a gyógyszereket ezzel vagy azzal a módszerrel. Ha az orvosod nem hallgat meg, nem fordít erre időt, próbálj meg egy hívő orvoshoz elmenni, és megbeszélni ezeket a dolgokat. És nekünk tapasztalatból kéne ismerni azt, hogy hogyan tudjuk nem csak az egészséges életmódra ösztönözni az embereket, hanem konkrét betegségeket, konkrét problémákat megoldani a Jóisten segítségével, az egészséges eszközökkel. Egy egészségügyi misszionáriusnak épp úgy, mint egy a végidőben élő bármilyen istenhívő kereszténynek tudnia kéne ezeket a módszereket, és nem csak úgy, hogy hallottam már róla, hogy meggyógyítható a rák, meg hallottam már róla, hogy ez meg az talán használ, meg ez azt mondta, az meg ezt, hanem konkrétan úgy, hogy alkalmazni, hogy azt mondhassuk, hogy 10 éve nem vettem be gyógyszert, és még nagyon egészséges is vagyok, minden jól működik. És jó lenne, hogyha az ember ezt nem vakmerően állítaná, nem csak úgy, hanem tényleg foglalkozna a problémákkal, de képes volna az Isten segítségével, az Isten által adott módszerekkel megoldani ezeket a problémákat. Bizonyos betegségek, mint például multiple szkleróze, magyarul azt hiszem szklerózis multiplex, vagy valahogy így mondják, azt mondja a tudomány, hogy ez gyógyíthatatlan. Egy könyvben, ami a Gerson terápiáról szól, olvastam, hogy embereknek sikerült ezzel a bizonyos terápiával, gyümölcslevekkel és kávé beöntéssel meggyógyulni multiple szklerózéból. Tehát vannak olyan leírások, olyan könyvek, amik beszélnek erről,
És ezeknek utána kell járni, hogy igaz-e? Én gondolom, hogy igaz, mert én is sok hasonló tapasztalatot láttam már. Ne veszítsük el a reményt, hogyha ha azt mondja valaki, hogy gyógyíthatatlan betegségünk van, gondoljuk azt, hogy lehet, de mivel a tudomány nem az Isten teremtésére alapszik, hanem az evolúcióra és a gyógyszerekre, ezért lehet, hogy a tudománynak egyes tényfejtései nem stimmelnek. A tudomány magának is sokszor ellentmond, és magát is felülvizsgálja. Ha például megnézzük azt, hogy évtizedekkel ezelőtt mennyire reklámozták azt, hogy sok tejet kell inni, és manapság pedig rájön a tudomány, hogy a tej, ugyebár akkoriban azt mondták, hogy a kalcium miatt kell tejet inni, hogy, mert szükségünk van a kalciumra. De ma már tudjuk azt, hogy a tej és a tejtermékek a testet savassá teszik, és így sokkal rosszabb hatást hatnak a szervezetre a kalcium szempontjából, mint hogyha nem is innánk őket. Tehát amiatt, hogy elsavasítják a testet, ezért több kalcium veszik el, mint amennyit nyerne az ember abból, hogy kalcium van a tejben. Például. Természetesen ez most csak úgy durván van fogalmazva. De járjatok ennek utána, mert ez egy fontos dolog. Sok embernek oszteoporózise van, és a kalcium hiányzik, és akkor kap kalcium tablettát az orvostól, de hát az még nem minden, mert egy kalcium anyag, hogyha csak az anyagot visszük be a szervezetünkbe, de a sejtek nem képesek a regenerációra, mert az ember például depressziós, vagy rossz kedve van, vagy nem úgy működnek a sejtekben levő folyamatok, mint ahogy kellenének, akkor lehet, hogy ez az anyag, ez még rosszabbat tesz, mert a sejtek nem képesek feldolgozni ezt az anyagot, és ez az anyag olyan helyen rakódik le, ahol csak még több bajt okoz. Vannak olyan anyagok, amiket az ember teste nem tud úgy felvenni, vitaminokat is sokszor tablettákból, hanem sokkal jobb, hogyha az ember természetes anyagokból veszi ezeket a vitaminokat. Például, ha valakinek kalciumra volna szüksége, nagyon jó volna szezámmag. Csak arra kéne vigyázni, hogy ezek a különböző vitaminok és nyomelemek, vagy akár az enzimek ne vesszenek el amiatt, hogy felforraljuk az ételeket, vagy 42 fok fölött megfőzzük, vagy lefagyasztjuk, vagy ezt, vagy azt csinálunk velük. Tehát meg kéne próbálni nyersen és bio élelmiszereket fogyasztani, mert az élelmiszereket olyan természetes állapotukba kéne fogyasztani, ha lehet, amilyen állapotukban leszedjük őket a fáról. Tehát minél több idő eltelik, minél több dolgot csinálunk velük, tartósítjuk, annál kevésbé, vagy annál több a lehetősége, hogy bizonyos fontos elemek elvesznek és megváltoznak. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ne hallgassatok rám, hanem ez gondolatébresztő legyen, járjatok magatok utána ezeknek a dolgoknak, amiket itt megemlítettem, és készüljetek fel arra, hogy a vég idején nem fog a szánkba repülni a sült galamb. Sok adventista úgy gondolkodik, hogy nekem a kenyerem és a vízem megvan, rólam az Úr Jézus gondoskodik, és hogyha beteg is vagyok, majd meggyógyít egy csapásra. Igen, olyan mértékig, amikor nem lesz másra lehetőségünk, akkor ha Istennek szüksége van erre, és hogyha úgy akarja, akkor gondoskodhat rólunk úgy, hogy hollókon keresztül élelmet küld, de tudnunk kell azt, hogy az Úr Isten a második világháborúban sem őrizte meg, vagy az adventistákat nem óvta meg a világháború következményeitől.
Jeruzsálem pusztulásakor is, vagy a babiloni fogság idején is, vagy mindezeknek a szoros időszakoknak, amikor beszorították az Isten népét, vagy a középkori üldözés alatt is, nem volt úgy, hogy Isten a dolgok, történelmi események normális következményeitől megóvott volna bennünket, hogy kiemelt volna bennünket, hogy most akkor a kenyerünk és a vízünk megvan, és hogy nekünk a gyógyszereink majd meglesznek, meg ez, meg az, meg amaz. Nem. Ez nem teljesen így működik. Ez úgy működik, hogy Isten figyelmeztet bennünket, megadja az információkat, hogy miket kövessünk, hogyha ezekre hallgatunk, és ezeknek engedelmeskedünk, akkor ez szerint segít rajtunk. És hogyha nem lehetséges emberileg semmi már, akkor lehet, hogy segíteni fog, mint ahogy Illésen segített, aki Isten munkáját végezte. De azt ne gondoljuk, hogy mi ott ülünk a kényelmünkben, nem engedelmeskedünk Isten szavának, és a végidőben majd, amikor nem lehet eladni meg venni, akkor majd az Úr majd úgy is gondoskodik rólunk. Azt se gondoljuk, hogy na majd engem úgy is elaltat, meg majd hát én nem akarok ezen az időszakon átmenni. Ez nem így van. Valakinek át fog kellenie menni ezen az időszakon. Tehát nem lehet az, hogy mindenki azt mondja, hogy ó, engem ez nem érint, meg én úgyse fogok ezen az időszakon átmenni, mert engem az Úr Jézus úgyis majd megóv és elaltat, és majd én úgyse volnék képes, és így tovább. Ez nem a helyes megoldás. Nekünk azon kell gondolkodni, hogy mik azok az elvek, amiket Isten elénk helyezett, és bizonyára nem az evolúció elvei, bizonyára nem azok az elvek, hogy a mi emberek, mi feltaláljuk a nagy gyógyszereket, mert mi vagyunk az okosak. Természetesen vannak okos emberek, természetesen vannak jó gyógyszerek, de az Úr a természetbe már belehelyezett olyan módszereket, és olyan életmódot, és olyan gyógynövényeket, amik ezekben a helyzetekben segíthetnek, és hogyha mi azt mondjuk, hogy ezek a gyógynövények, ezek olyan gyengék, hogy ezek semmit nem érnek, amit egyes orvosok gondolnak, akkor nem hiszem, hogy Isten akarata szerint gondolkodunk. Ezért szeretnék mindenkit kérni, hogy felelősségteljesen gondolja át ezeket a dolgokat, és kérlek, ne higgyetek nekem, én nem vagyok orvos, de nézzetek utána magatoknak. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom mindenkinek, hogy jó egészségben legyen, és jó egészségben maradjon.